Magyarországon az egyik első civil szervezetként 1989-ben Kozma Imre atya vezetésével megalakult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Azt tehettem, amiért pap lettem. Azt tehettem, hogy bajban lévőkhöz oda tudtam fordulni, és tehettem értük. És a gondjukat, bajukat magunkra vettük. A Spár Magyarország és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat együttműködése több mint két évtizede kezdődött. Ez idő alatt számos jótékony célú programot valósítottak meg közösen. Én azt hiszem, hogy nekünk elsősorban Magyarországon a legfontosabb feladatunk a társadalom gyógyítása. Akinek gondjai, bajai vannak, az föl kell emelni, hogy a helyére kerüljön, és végeredményben a társadalom ezáltal gyógyul, ez a jelenlét programban fejeződik ki. A jelenlét a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szóhasználatában azt jelenti, jelen vagyunk a másik ember életében. Azt hiszem, hogy a legfontosabb ezekben a településekben első körben az, hogy egy jövőképet adjunk, és célokat adjunk, ami felé érdemes menni. Akkor a következő lépés az, hogy ezek a célok, ezek ne csak álmok maradjanak, hanem ezek megvalósuljanak. Valamiképpen ezt a modellt kellene megerősíteni, hogy az emberek ne segélyből akarjanak élni, hanem a munkájukból. A jelenlétprogram Tiszaburán 2016 őszén indult, amelynek keretén belül egy varrodát és egy asztalos üzemet hoztak létre. Igazán ezeknek az üzemeknek a küldetése az, hogy ezekre a településekre újra valamilyen termelői munkát hozzunk, és ezáltal a családoknak, illetve főleg a gyerekeknek valamilyen mintát adhassunk. Eddig csak a párom dolgozott, ez nagyon nehezen éltünk meg, mivel külön házunk is van. Fizetni kell a csekkeket, minden, és így most ez nekünk plusz. Nekünk volt egy munkahelyünk, napi 350 kilométert utaztunk, hajnal 3 órakor keltünk, este fél hét, fél nyolc, mire hazaértünk, ha nappalosok voltunk. Most, hogy itt dolgozok, több időt tudok szánni a családommal, a gyerekeimre. Pozitív változás volt az életemben az, hogy tényleg igazi barátnőkre leltem. Ez nagyon nagy pozitívum nekem, hogy vannak emberek, akikben meg tudok bízni. Ez az anyagi biztonságon kívül nekem még egy nagyon nagy plusz dolog. Gyulajon a Máltai Szeretetszolgálat egy savanyító üzemet működtet a jelenlét program keretén belül, ahol zöldségekből és gyümölcsökből készült kézműves termékeket készítenek. Ezeket a termékeket a Spár üzleteiben is árusítják. Gyulaj nagyon szegény település, nagyon mélyről kellett elindítani itt a falu fejlesztését bő 10 évvel ezelőtt. De lépésről lépésre tudunk haladni. Tehát, hogy ezek a kis üzemek, ezek tudják azt az üzenetet közvetíteni, hogy egyrészt itt is lehet boldogulni, érdemes lehet itt is élni, érdemes tanulni. Aki be tud kerülni egy munkahelyre és ott megbecsüli magát, annak tud lenni éveken át egy nyugodt munkahelye. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert környéken nagyon sok olyan település van, ahogy a munkahelyek vagy megszűntek, vagy nagyon minimálisan van jelen, és ez jó mindenkinek. Jó a falu lakosságának, akik itt dolgoznak, helyben tudnak dolgozni. Pátyon található a Máltai Szeretetszolgálat gondviselésháza, ahol fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak a TEA műhelyben, az asztalos üzemben és a szitanyomó műhelyben. Nem sajnálatra akarjuk alapozni ezt a vállalkozást, hanem a termék minőségére. Tehát ne azért vegyék meg a terméket, mert fogyatékkal élő emberek csinálják, hanem azért, mert jó. Azért ez egy integrált munkahely. Tehát nem csak megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak, hanem épp és egészségkárosodott vagy fogyatékos emberek is dolgoznak itt. És az a üzenete mindenki számára, hogy mindenki képes dolgozni, és mindenki számára lehet értékes munkát biztosítani, és jó teljesítményre képes bárki, hogyha megfelelő környezetbe kerül. Ez gyakorlatilag egy teljes körforgásos üzleti modellt jelent, hiszen rászoruló emberek kapnak így munkát, és a Spárban pedig olyan hazai, magyar, kisüzemi, manufakturális termékek jelennek meg, amelyek a vásárlók számára rendkívül vonzók. Mert boldog az ember csak akkor lesz, ha jót tesz.
mert akkor tölt el bennünket egy jó érzés, egy megelégedettség, hogy megtettem azt, amit meg tudtam tenni.